Szóval a megfelelési kényszer, mert ez nagyon meghatározza a vezetőnek a működését. Ezt el kell különítenünk a maximalizmustól, mert nagyon sok ember maximalista egyébként. Én azt gondolom, hogy nincs az a semmi baj, hogyha valaki igényes és igényesen akarja elvégezni a munkáját. De itt nem erről van szó, és nagyon vékony a határvonal egyébként. A megfelelési kényszer azt jelenti, hogy a rendszernek akar megfelelni. Tehát nem a belső igényessége hajtja, hanem az, hogy nehogy elkövessen valami hibát, hogy a rendszer, amit elvár tőle, annak ő megfeleljen. És abból is meg tudjuk különböztetni, vagy az alapján, hogy a maximalista mindent jól csinál, de van prioritás. Tehát szépen ezt ilyen sorrendbe állítja, hogy mi az elsődleges. És azokkal foglalkozik először. Viszont a megfelelési kényszerrel mindent meg akar csinálni, és mindent jól akar csinálni. Na, ezek a munkavállalók fognak először vagy kiégni, vagy kilépni a vállalattól, mert nem fogják bírni ezt az őrült nagy nyomást. És ugye, tehát hogy gond, mert hogyha ez működik, akkor vannak olyan negatív tényezői, vagy negatív hatásai, ami a vállalati működésére abszolút mértékben negatívan hat. Tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen láthatatlan bilincs, és hogy mi is jellemző azokra a vezetőkre, akik ezzel küzdenek. Hát egyrészt jellemző lesz a kreativitás hiány és a kockázatkerülés, mert ugye ezek a vezetők félnek a hibázástól és az azzal járó kritikától, és ez hosszú távon nagyon megakasztja majd, gátolhatja a csapatnak a fejlődését. Aztán jellemző lehet az innováció hiánya, mert nem hajlandó kockáztatni, nem hajlandó kísérletezni, nem hajlandó belevenni új gondolatokat a rendszerbe, és lehet, hogy rengeteg új ötlete, véleménye, gondolata van. Lehet, hogy olyan innovatív gondolatai vannak, hogy ezt se tudjuk képzelni, de nem meri elmondani. Mert úgy van vele, hogy inkább csöndben van, megfelel, inkább azzal foglalkozik, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Aztán a motivációs problémák is jellemzőek lesznek, mert hogyha csak a megfelelésre összpontosít, akkor a csapat közben elveszítheti a motivációját. Mert a csapatot is arra kényszeríti, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, és úgy elvonja a levegőt a csapat elől.